A lányok egy héttel korábbi villámtornája után, a múlt héten a fiúk is hatalmas lelkesedéssel kergették a labdát az Erős Lajos Református Általános Iskola hagyományos diákversenyén, az Erős Kupán. A legkisebbek az alsó tagozatosok mezőnyében ezúttal sem volt ott a Petritelepi iskola, viszont a Petőfisek két csapatot is indítottak. A körmérkőzéses tornát végül az Erős iskola nyerte a Kálvin tér és a Petőfi egy előtt. Természetesen most is osztottak külön díjakat, így a gól királynak járót a Petőfis Veres Dávid kapta, a legjobb játékos Szilágyi Nimród lett az Erősből, míg a legjobb kapusnak a kálvinos Kis Boton bizonyult. Az 5.-6.-osoknál már ott volt a Petritelep is, amely végül bronzéremmel zárta a viadalt. A győzelmet ebben a korosztályban is a rendező Erős iskola gyűjtötte be a második helyen végző Petőfi iskola csapata előtt. A legjobb játékos Kis András lett az Erősből, a legjobb kapus címet pedig a Petőfis Kéri Zsolt érdemelte ki. A legjobb góllövők versengésében négyes holt verseny alakult ki Szilágyi Nimród, Szabó Dávid, Pongrácz Denis és Baranyai Tamás között. A 7.-8.-osok tornája végig nagy izgalmakat hozott, és csak az utolsó mérkőzésen alakult ki a végső sorrend. A győzelmet végül a valamennyi mérkőzését megnyerő Petőfi iskola csapata szerezte meg, második lett a Kálvin tér, harmadik az Erős iskola, negyedik pedig a Petritelep. A külön díjasok közül a gólkirályi címet a Petőfis Kolompár András zsebelte be, a legjobb játékosnak Hajzer Tibort, a legjobb kapusnak pedig Keresztesi Zsigmondot választották meg, mindkettőt a Kálvin tér csapatából. Az Erős kupát a három korosztály összesített eredményei alapján a lányokhoz hasonlóan a fiúknál is az Erős iskola nyerte meg.